A legendás 62-es önálló ejtőernyő zászlóalj tiszteletére rendezte koszorúzást és megemlékezést a székesfehérvári repülős és ejtőernyős emlékműnél péntek délelőtt. Az alakulat jogelődjét, az első honvéd önálló ejtőernyő zászlóaljat 1949. március 1-én alapították, 1951. szeptember 18-án újjászervezték, és a székesfehérvári sóstói repülőtér mellé költöztették. Víz Attila önkormányzati képviselő a város nevében helyezett el koszorút az emlékműnél. Remek példája a hagyománytiszteletnek, amikor 1980-ban felállított emlékművet, még a mai napig az alakulat élő tagjai is koszorúzzák, és ez fontos, hiszen a jövőre nézve, ahogy itt a beszédben is elhangzott, hogyha nem ismerjük a múltunkat, és ha minél többet ismerünk belőle, annál több esélyünk van a jövőben megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyekkel bizonyítanunk kell. Az ejtőernyős alakulat rendeltetése az volt, hogy szükség esetén légiszállítást követően az ellenség mélységében és mögöttes területein folytassa a harcot. Az 1952. október 18-ai hadgyakorlatuk sajnálatos módon tragédiával végződött, több súlyos baleset és egy haláleset is történt. Boda József aranykoszorús ejtőernyős úgy fogalmazott, hogy egy-egy megemlékezés, valamint az ejtőernyősök jelen sportsikerei a fiatalok számára is jelentős mondanivalóval bírhatnak. Jelenthet valamit a mostani fiatalságnak és azoknak a fiatal ejtőernyősöknek a példája, akik nemrégen a szolnoki világbajnokságon dobogósak második helyezettek, illetve harmadik helyezettek lettek egy ejtőernyős célbaugró világbajnokságon. A beszédek után és a megemlékezés lezárásaként a város képviselői mellett a Magyar Ejtőernyősök Baráti Szövetsége, a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Szövetsége, a Vatai Ferenc Bajtársi Egyesület, valamint az Albatrosz Repülő Egyesület képviselői koszorúkat helyeztek el az emlékműnél.